Idén visszatért a celebpofozás a képernyőre, és elkezdődött a Starbucks 2024-es évada. Elkezdődött a Starbucks! Fölvesszük az alapállást, elkezdjük a kalapálást. Fölvesszük az alapállást, elkezdjük a kalapálást. Egy, két, há, borulj! Összegyűlt a hazai celeb világ legjava, hogy a nyaralásból hazatérve ismét celebkedhessen. Megint elkéstél? Így kell megérkezni! És aztán most tényleg aki számított, ott topzódott a boxgálán, mert az RTL mindenkit átnyalábolt a TV2-től. Sanyika! Sanyi! A csatornámon pedig ismét elhozom nektek, hogy milyen sallereket osztogattak ingyen azon a sarki piacon. És ki az, aki úgy kapja majd a pofonokat, mintha ingyen osztogatnák a sarki piacon? Kezdjük is az első mérkőzéssel, Miller Dávid versus Varga Ádám, akik állítólag sztárok. Már az első bunyón olyan kombinációt kapott az egyik állítólagos sztár, hogy még békési átézi vízzel locsolgatva se tudták volna felébreszteni. Ettől a káótól még Majka papa csicskájának is tátva maradt a szája. Hú, nagyon büszke vagyok rá, tudom, hogy mennyit dolgozott. Borulj! Tegnap beszéltünk telefonon, és mondta, hogy jól van. És a háttérben kiszúrtam, hogy már megint odasomfordált a tűz köré a Magzatmász fitness páros, és már megint produkálták magukat. Volt megint valami jó kis ökörrázásod, de ezt az adásban nem mutatták, mindegy, majd legközelebb. Lesz még kutyán Budavásár. A Sobert család számára egészen biztosan. Tavaly ifjabb Norbert boxolt, idén Lara. Még szerencsé, hogy csak három gyerekes anyuka vagyok, és Zalán még kicsi, de már ő is boxol. Tök rajt. A három órás műsor körülbelül nettó 5 perc tényleges boxot tartalmaz, a műsor többi részét pedig teljesen felesleges interjúkkal és keresztpromókkal töltik ki. Kalandra fal, ez is volt már egyébként korábban. És olyan jól sikerülhetett a Deák téri pénzszórós botrány, hogy a Starbucks leszerződtette a MobilFox főripacsát. Sokat jártam le Nyíregyházára, én nyíregyházi vagyok, szóval innen is üdvözlök minden nyíregyházit. Milyen Nyíregyháza? Akit arra szerződtettek, hogy ugyanilyen színvonalas TikTokokat gyártson a műsornak is. Igen. Nem tudom, hogy tudtad-e, de megtörtént a női Starbucks történelem első kiütése. Tudtam, mivel én mondtam el neked, hogy ez így volt. Így van, egy kis kulissza, egy kis kulissza. Elmondta a Kokónak azt, amit az előbb ő mondott el neki. A szünetekben DJ Miki nyomja meg a hangulatot és a play gombot a háttal telefonálgató közönségnek. Miután így fel lett tüzelve a közönség, érkezett is a Nem az a lány versus Hódi Pamela Anderson mérkőzés. Egyszerre ütnek. Van egy cica harcot látunk! Itt aztán a cica harc! Itt aztán a cica harc! Nem az a lány a riportjában elmondta, hogy felkészülés közben jött rá, hogy igazából nem is akar megütni senkit. Üsd meg nyugodtan, pattints oda a kezed. Kérlek, üsd meg egy kicsit. Nem akarom ezt! Most már gyerünk! Én nem akarom ezt a Starbucksot. Ezen a meccsen élhettük át nézőként a legnehezebb perceket. Hoppá, rugást is láthatunk! Ilyenkor mi történik? Megüntik? A MobilFox membernek annyira nem tetszett ez a box-szerű ízé, hogy fél perccel korábban lefújta volna a mérkőzést. Nincsen vége! 20 másodperc van még hátra! A Nem az a lány barátnője pedig nem csak a kaponyelet hozta magával a szájában, hanem egy egész John Deere traktort is. Sophie Nem az a lány előadó partnere. Ma van a szülinapom, nem gondoltam volna, hogy ilyen Úristen mi lesz! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Annyira izgult a lányom barátnője meccse miatt, hogy aznap háromszor is képes volt lefürdeni. Én a mai napon háromszor hideg zuhanyt nyomtam, és imádkoztam, hogy jó legyen minden, mert nyilván jó lesz minden. Füröttem, tudjátok, jó hónai dezodorral. Akarná ezt az utolsó menetet. Csináltassunk rá is egy kromoszóma tesztet? Gyanús nekem ez a palema. Palmola. Paloma. Ne ide! Nem akarja! Hallatsát, Fanni, feladta! A Nem az a lány annyira elfáradt, hogy még az eredmény hirdetésre se állt fel. Hódi Pamela! Fáj mi? Nyertem, d***i! A közönségben pedig ott volt a Palia, az egyik ex-valóvilágos, akire kb. Egy évvel ezelőtt cserélte az előző ex-valóvilágost. Fenyvesi Barna, Fanni párja. Mit szólsz a meccshez? Nagyon szeretlek, kicsikém, számomra egy győztes vagy, jó? Otthon leboxoljuk a maradék erőddel.
Itt még nem sejthettük, hogy mire utal a fiatalember ezzel az utalással, de a műsor után kiderült. Minő romantikus lánykérés történt, hát hol máshol legszebb helyen, mint a Starbucks öltözőjében. Le fogok előtte térdelni, és azt szeretném, hogyha te lennél a feleségem, és nagyon sokáig lennénk együtt. Remélem azért legalább a fürdés után történt a dolog. Amúgy igen. 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 És már egyből lehet is menni nászútra a nyerőpárosba. Nem az a lány, tehát hamarosan nem az az asszony lesz. Ezért érdemes követni a videóimból az eseményeket, mert én minden mellékszára odafigyelek. Én a műsor utóéletét is végigkövetem. Ugye? Pak-pak. Igen. Amúgy igen. Az állítólagos nehéz súlyú kategóriában még a világ leghidratáltabb influencere, Henry Kettner is képviselhette volna az 50 üdítő szponzorát, de egy állítólagos sérülésre hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta a pofoszkodást. Henry Kettner számára azelőtt ért véget a Starbucks, mielőtt ringbe léphetett volna. Elkezdett fájni a vállam. Ilyen egy-két napos fájdalmak három csigolyában a nyakamban sérv lett. A boxoló közösség most egy emberként aggódik Henry Kettnerért és az állítólagos válsérvéért. A fél évig tartó kőkemény felkészülés hajrájában kellett szögre akasztania a boxkesztyűt. Egész nyáron itt tűkön ülve vártam, hogy fog bunyózni a magas fiú, erre itt a meccs előtt nekem bedobja a törőközőt. A fenébe már! Borulj! Azt ilyenkor hogy van a gázsival? Mert állítólag a felkészülésért is kapnak pénzt. Azt ilyenkor elteheti? Mondjuk az nem rossz ötlet, hogy a felkészülésért elteszed a gázsit, és a meccs előtt bejelented, hogy lesérültél. Nem kell bohózkodni, és a pénz nagy része megmarad. De annyira azért mégsem sérült meg a fiú, hogy ne mehessen el celebkedni a gálára. Megmondták a magas fiúnak, hogy mutasson be egy spárgát, hogy beférjen a nagyképernyős tévébe. Gyere ide, Harry! Mellém, ugyanis, hát el tudom képzelni. De a huncut kameramanus csak azért is lebuktatta a vizuális trükköt. Nagyon rossz, ez még az első két meccset úgy kibírtam, de most, hogy az jön, ahol nekem kéne belépni, ez nagyon egyszer. To create images is always a challenge. Úgy sajnálom, hogy lesérültem, és nem fogok már az első menetben akkora sallereket kapni, hogy sáska képű lesz a szemem. Digital magic. De vajon ki lesz Henry Kettner utódja? Azért elég nagy űrt hagyott maga után. Egy csettintésre foszlott szét az álma. Kiderül, hogy az ilyen helyzetekre is fel vannak készülve a gála szervezők, mert volt egy beugrós ember, aki hónapok óta edzegetett a biztonság kedvéért. Ő pedig nem más, mint a Selfie Egyetem kiváló növendéke. Noszály Sándor ellenfele! Pribelszky Norbi lesz! Maguk köszönhetik nekünk azt, hogy ezt a koszkészket felhúztuk! Ha még pattog! Ne pattog ilyen nekem, te csöves kukorica! Na ez a kékhajú fiú csapott össze a Noszály Sándorral, aki az első férfi nagyő volt az ősidőkben. Akinek nem csak karizmája, hanem karizma is óriási! Norbi a bejövetelnél le is vágja a Sanyi rózsáit, ezzel csicskítva őtet. Érkezik Sanyi, akit a tengeren túlon csak Sunnyként ismernek. Teniszkönyökű körökben. A Sunny pedig fonákokkal pofozza ki a takony kölyköket a ringbű. Pedig át most megpúszta a bal, hát ez egy visszatásből ütött, igen, a fonák. A bal kezem az mesés. Cserébe a kékhajú fiú kigáncsolja a Sunnyt. És a sportolói múlt. Csak kell egy ötegyenes tembolt ennem. Sanyika! Aztán kiderül, hogy hiába nyerte meg a csatát, még egy nagy őt is megsebezhetnek a lándzsák. Így is fog beszélni, ha fogom azt kiverték, de most megoldom. Annyira, hogy meccs közben kirepült a fogvédője, és a kékhajú suhanc két fogát is kiütötte. A bal kezem az mesés. A takarítónéni majd gerebjézze össze a Sanyi fogait, az postázza el neki. Aki nem csak posztjaival képes tarolni, hanem ütéseivel is. Remélem ezzel a posztommal is tarolok egy jó nagyot, és a következőben találkozunk. Csumi csumi! Egy, két, há, borulj!